Kilencedik mese. Egyszer volt, hol nem volt. Avót, hogy már új évót szervezve a nemzet, csattogtak a kerekek. Robogva volt a nemzeti sínen egy markáncs irámba, ameddig a kerál szeme ellállt a jobb kezivel egyetembe. Izgálgaság az persze volt, meg tüntetgetés, de okrea az nem volt, és kész. Nemes értette a kancellária, mit gyakorolgatnak ezek a jogaikon. Horribile, ollan szép őszt, s hezzá illő szeptembert adott a népinek első fülkefor, hogy abba se fütteni nem köllött, se melegedni, ami valljuk bé. Két erős tétel a magyar emberek családi büdzséibe. És most ezt a kedves fogyasztásukra fordították, ami visszacsepegett a kincstárba, azt újabb közmunka lett belőle izibe. E volt a nemzeti örök mozgó. Durrogtak a startpisztolok, futott a népnemzet száz számra, ki bozót írtani, ki a régi munka elire, ahon a fele pénzére tette a dolgát, s ügön igyekezett nem hezzányúlni a derék szíjáhó, ha csúszott volna le néki a destruktív nadrágja. Megmondotta Girószász András, az apostoli keráli szóvivőség új dolgozója, hogy azt esetleg lehet megszorításnak mondani, mikor a nemzet szűkebbre húzza az övit, de az ellenbe nem megszorítása úgy dönt, hogy mostantól inkább nadrágtartót hord. Meges lett izibe az egyéni képviselői indítvány, hogy eztán övhasználat A per T nem javallott, pláne derék szíj. Ellenbe a nemzeti nadrágtartó nem csak mélyen esztétikus, hanem szépes, munkahelteremtőes. Na, ilyen üzletre 10 millió nadrágtartóra még a karvaj külhones fő kapta az offshore fejét. De helyába a közbeszerzési pályázatot egy újdonás új szőlész-kőbányász nemzeti vállalkozás nyerte jelentős fölényvel. Annak a kerál oda kölcsözött 100 000 közmunkást, azok aztán varták, szabták, ruganyították az új nemzeti jelképet. Volt ott bocskai kompatibilis kutyabőrbűr a főső középosztálynak, meg egyszerűbb az alsónak, volt rovásírott, volt szociális bérnadrágtartó, volt a Jobbik javaslatára lábbilincses a cigánybűnözés távlati kezelésére. Fő nem sorolhatni azt a zsizsgő változatosságot, ami hatalmába kerítette a nemzeti piacot. Addig-addig, hogy egy, csak egy derék szíj maradott, magáé a kerálé. Na, azt föllógatták a Szent Korona mellé az ország házába, azt nézték szervezetten. Aki nem hiszi, essen le a nadrágja. Kert 2011. október 4.